Milyen tisztelt hölgyeim és uraim! Vajon komolyan vehetjük-e az asztrológiát? Vagy az asztrológia egyszerűen csak valamiféle humbug? És itt nem a magazinokban megjelenő asztrológia rovat előrejelzéseiről beszélek, amelyek 750 ezer Magyarországon élő kosnak, vagy 800 ezer Magyarországon élő baknak prognosztizálják egyidejűleg azt, hogy a héten beköszönt a nagy szerelem, vagy hogy extrém elővigyázatosak legyenek a közlekedésben. Mivel odáig gondolom, hogy mindenki eljutott, hogy az ilyen előrejelzéseknek nincs túl nagy relevanciája. Viszont zárójelben mondom, hogy mégis egy halom ember olvassa őket, és még így is sokszor halljuk vissza, hogy szerintem kell, hogy legyen benne valami. Az asztrológiát a mai tudományos közösség nem tekinti tudománynak. Azt mondják, hogy az asztrológia nem támaszkodik empirikus bizonyítékokra, és csupán azon a meggyőződésen alapul, hogy az égi testek hatással lehetnek az emberre, illetve a földi eseményekre. Ezért az asztrológiát áltudománynak tekintik. Olyas valaminek, mint egy hiedelemrendszer. Én magam az ő véleményükkel teljesen ellentétes állásponton vagyok. Véleményem szerint az asztrológia a megfelelő kezekben egy precíziós eszköz, aminek a lényege az, hogy mélyebb önismerethez és mélyebb felismerésekhez vezessen el minket. Ami egyrészt nem feltétlenül történik meg máról holnapra, másrészt pedig messze nem csak szellemi és elméleti, hanem egy kifejezetten gyakorlati tevékenység. Egy ember születési horoszkópja olyasmi, mintha kapnál egy személyre szabott használati utasítást saját magadhoz. Viszont ez a használati utasítás egy olyan idegen nyelven lenne megfogalmazva, amelyet sajnos nem értesz, és amelyet elég nehéz lenne elsajátítani. Viszont benne lenne minden, amit magadról tudhatsz. Indiában az ősi védikus asztrológia mindig is a kultúra része volt. Ugyanúgy, mint Kínában, ahol az asztrológiát szintén ősidők óta művelik. Vagy az egyiptomi asztrológia, amely kicsit eltérő, kicsit más, de ugyanúgy hatalmas szerepet játszott a kultúránkban. Görögországban például Platón és Arisztotelész fejlesztette az asztrológiát. Perzsiában szintén évezredek óta a kultúra része, de ugyanúgy Oroszországban is évszázadok óta gyakorolják. Egyébként a világ legkorábbi ismert asztrológiai szövegei közül sokat az ókori Oroszország területén találtak. És a mai napig is rengeteg orosz konzultál asztrológusokkal, előszeretettel. Japánban pedig létezik egy ezoterikus rendszer, amely egyesíti az asztrológiát és más spirituális gyakorlatokat. A történelem folyamán egyébként sokan vették igénybe különböző asztrológusok szolgálatait. Viktória királynő, vagy Newton, vagy Michelangelo, Galilei, Shakespeare, vagy Benjamin Franklin, sőt maga Carl Jung is, de ugyanúgy Ronald Reagan és Erzsébet királynő. Mindemellett rengetegféle út vezet az önismeret felé, és az asztrológia nem feltétlenül fog mindenki számára megfelelni. Különösen nem abban az esetben, ha valaki egy sarlatán vagy tapasztalatlan asztrológushoz téved, aki által rossz tapasztalatai alakulnak ki az asztrológiával kapcsolatban. És legyünk őszinték, ez sok esetben meg is történhet. Én személyesen azon a véleményen vagyok, hogy az a személy, aki affinitást érez az asztrológia iránt, legyen optimális esetben a saját maga asztrológusa, ami egy relatív időigényes, sok szellemi ráfordítást igénylő, de nagyon izgalmas és kalandos kihívás. Bármely eseménynek, amely az anyagi világban történik, és amelynek ismeretes a pontos dátuma, valamint a pontos dátumon kívül a pontos geográfiai koordinátái, magyarul a hely, legyen ez egy ember születése, vagy legyen ez egy ország alapítása, vagy egy atomerőmű üzembe helyezése, vagy egy óceánjáró vízre bocsátása, akár egy háború kezdete, vagy egy kutya, egy macska, vagy egy hangya születése,
tudunk egy pontos horoszkópot készíteni. Mindazonáltal egy hangyának horoszkópot készíteni a mi szempontunkból nem lenne túl észszerű dolog, mivel a hangya rövid életében nem történnek számunkra érzékelhető kardinális tanulási vagy megtapasztalási folyamatok. A legtöbb horoszkóp úgynevezett születési horoszkóp, amely emberek születési dátuma után készül. Egy személy születési horoszkópja igazából egy energiakép, vagy egy energialenyomat, amely azt mutatja, hogy az adott személy az adott életben mely életterületeken milyen energiákkal rendelkezik, és hogy ezek az energiák hogyan viszonyulnak egymáshoz. Ezek lehetnek feszültségek, lehetnek harmonikus aspektusok, illetve hosszú lejáratú tanulnivalók. Ez az energia lenyomat ilyen módon nem is más, mint egy tükör, amely képes megmutatni a személy saját magában lejátszódó konfliktusait, vagy hajlamait, vagy tehetségeit, vagy gyenge pontjait, és hozzáértő kezekben, hangsúlyozom, hozzáértő kezekben lehetőséget tud felmutatni a sikeres önismerethez. De ahogy mondtam, bármely esemény megtörténtére készíthetünk horoszkópot. Például egy a Fukushimai atomerőmű üzembe helyezésének pontos dátumából készített horoszkóp alapján egy tapasztalt asztrológus szinte teljes valószínűséggel prognosztizálhatta volna azt a bekövetkező katasztrófát, amelyet mindannyian ismerünk. Hölgyeim és uraim, ha ez a videó érdeklődést találna kiváltani, szívesen készítek több hasonló tartalmat is ebben a témában. Ne legyen szép napotok, legyen csodálatos napotok. Truly yours.